Pécsi Tudományegyetem Szekszárdikara és a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület közös előadás sorozatának első programját rendezték meg, ahol város lexikonok lesz a téma. A Szülőföld Akadémiát 2020. január 1-től indítottuk. Mi kerestük meg a PTL, KPVK dékányát, professzor dr. Szécsi Gábort, hogy szeretnénk egy ilyen együttműködést kialakítani, és nagyon hasznos lenne, hogyha város számára, megye számára, hogyha elindulna egy közös munka. És utána ugye a Covid ezt megakadályozta, néhány előadás után be kellett rekeszteni, és most úgy gondoltuk, hogy folytatni szeretnénk. Volt az egyetemnek egy másik programja, és így néhány hónapot csúsztunk, de most egy 8 részes előadássorozatot hirdettünk meg közösen, a két intézmény, a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, illetve a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdikara. És az előadás sorozatnak tulajdonképpen nincs egy olyan közös témája, nem a Szülőföld Akadémia, hiszen minden ebbe a fogalomba belefoglaltatik. Tulajdonképpen szeretnénk bemutatni a tudományos eredményeket, a kutatásnak a lehetőségeit, a forrását, és éppen azt szeretnénk bemutatni, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki elkezd kutatni. A generációkat szeretnénk végigkövetni, tehát lesznek gimnazisták az előadók között, középiskolások, lesznek PhD hallgatók, lesznek idősebb kutatók, és lesz a középkorosztály, tehát tulajdonképpen mindenki megjelenik, és a formája is különböző. Most például ketten fognak egyszerre előadni, a témák is változatosak ennek nyomán, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak helytörténet lenne, de mindenki igyekszik bele csempészni ezt a dolgot. Lesz település marketing az egyetemnek az egyik kutatója révén, lesz szó Apafi Mihályról. Azt gondolom, hogy ezek ma hiánypótló témák. És a történelem, a helytörténet az nagyon fontos, tehát különben elveszítjük. Ha nem vagyunk, elveszítjük a múltunkat, a jelenünket, de szerintem a jövőnket is. Ha nincs lokálpatriotizmus, akkor igazából a jelenünk van csak jelen pillanatban. Dr. Bak Miklós, akit 20 éves kapcsolat fűz Szekszárdhoz, igazán fontos témával készült a mai eseményre. Én gyakran megforduló vendég vagyok Szekszárdon. Most egy olyan kérdést akarok bemutatni, ami tulajdonképpen beleillik a Honismereti Akadémia rendezvénysorozataiba. Szeretnék bemutatni egy nagyon érdekes szellemi vállalkozást, honismereti jellegűt, amelyre Kézdivásárhelyen kerül sor. Azért Kézdivásárhelyen, mert én tulajdonképpen odavalósi vagyok. Ugye a magyar nyelvterületnek a legkeletibb kisvárosáról van szó. Székelyföld délkeleti csücskében van Kézdivásárhely, és ott egy kis csapattal nekiláttunk elkészíteni a városlexikont. A városlexikon az egy viszonylag ismert műfaj. Az újdonság ebben a vállalkozásban az, hogy mi egy online városlexikont készítünk, és ez már az interneten tulajdonképpen követhető is. Az elindulás volt nehéz, mert dönteni kellett arról, hogy tulajdonképpen kiknek a segítségével elindulva állunk neki ennek a tervnek. Volt egy elképzelés, hogy felkérjük az önkormányzatot, de végül abban maradtunk, hogy legjobb, hogyha egy civil kezdeményezés lesz. De ebbe a civil kezdeményezésbe olyan emberek vannak benne, akiknek komoly szakmai hátterük van, múzeumigazgató, művészettörténész, tehát mindenki doktori fokozattal rendelkezik, de az egész tulajdonképpen egy civil szervezet égisze alatt történik, folyik, ez pedig a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete, de már vannak szakmai partnereink, többek között az Egyed Antal Honismereti Egyesület, tehát ennek révén is vagyok itt. Kacián János, helytörténész, a Tolna vármegyéről szóló életrajzi lexikonról kezdte az előadást. Több kollégámmal, egyesületi taggal megbeszélve belevágtunk egy életrajz gyűjtésbe, egy életrajzi lexikon elkészítésébe.
Ennek az volt az apropója, hogy utoljára ilyen Tolna megyéről 50 évvel ezelőtt készült, Sipter Gézáné könyvtáros szerkesztésében. Úgy gondoltuk, hogy aktuális a folytatás. Aztán kiderült, hogy ez tényleg így van, aminek voltak örömteli pillanatai, mert mi is rácsodálkoztunk néhány életútra, meg voltak nehezebb pillanatok is, mert ismerősökről kellett úgy beszélni, hogy már nem élnek. Nos, 885 név szerepel ebben a gyűjtésben, Életutak Tolnában címmel, és ha minden igaz, és az én vágyaim teljesüljenek, akkor ez majd eljut minden településnek és iskolának a könyvtárába, de a legfontosabb az, hogy használják fel arra, hogy akiről meg akarnak emlékezni, méltónak tartják rá, arról adatokat, ismereteket találnak ebben a kötetben. A Szülőföld Akadémia további 7 előadását havonta egyszer rendezik meg, melyek bárki számára elérhetőek és ingyenesek lesznek.